A pandémiát követően az első rendkívüli ülésnek kerül sor a tolnai önkormányzatban. Arról fognak dönteni a képviselők, hogy a civil egyesületek közművelődési tevékenységeik finanszírozására milyen feltételek között kerülhet sor. 2 millió forintos keretösszegben egy kicsit módosítva a határidőket, kiírjuk, ugye a múltkor döntöttünk a gyermek- és tömegsport pályázatokról, és most én azt szeretném, hogyha döntenénk a közművelődési pályázat kiírásáról is, és ugyanazzal a határidővel, mint a gyermek- és tömegsport pályázatnál, tehát a pályázat beadási határideje az szeptember közepe, és már a szeptember végi testületi ülésen szeretnénk is dönteni azokról, hogy melyek azok a pályázatok, egyesületek, akiket támogatni fogunk, és a jövő nyár, tehát jövő június vége lesz az az elszámolási határidő, amíg a programot meg kell valósítani. Ez tekintettel arra, hogy óvodai iskolai alapítványok is szoktak pályázni, és vélhetően most is fognak, ez talán jobban illeszkedik a tanévhez. Korábban ez nem így volt, és ha ez beválik, akkor én azt tervezem, hogy az elkövetkezendő években is így fogjuk kiírni, hogy szeptemberbe kell benyújtani a pályázatot, és júniusig kell elszámolni. Nem csak olyan civil szervezetek nyújthatják be támogatási igényüket, akik alaptevékenységként a kultúrában dolgoznak. Ezúttal bármely szervezet fordulhat támogatásért, ha kezdeményezésük beleillik a pályázati feltételek közé. Minden bizonnyal most az anyagiak nem lesznek akadálya annak, hogy ezek a programok megvalósuljanak, de ne felejtsük el, hogy a tavalyi évben azért nem került kiírásra, mert hogy nem lehetett rendezvényeket tartani. Én nagyon remélem, hogy ebben az időszakban, tehát a szeptembertől vagy októbertől júniusig terjedő időszakban meg is tudnak valósulni majd ezek a programok. Jellemzően itt most kulturális, közművelődési tevékenységről beszélünk. Ugye a gyermek- és tömegsport pályázatra is pályázhatnak egyébként nem csak sportegyesületek, hanem mindenki más is, és szoktak is akár az óvodai alapítványok, vagy iskolai alapítványok, akár nyugdíjas egyesületek, hogyha valami sporttal kapcsolatos tevékenységet végeznek, értem ez alatt akár egy túrázást, vagy egy kirándulást, tehát nem kell feltétlenül, hogy ez egy sportverseny legyen, ők tudnak arra is pályázni, illetve a közművelődési pályázatra is minden civil egyesület gyakorlatilag, aki közművelődési tevékenységet végez, vagy úgy dönt, hogy közművelődési tevékenységre most kér pénzt, tehát nem kell, hogy az alaptevékenysége ez legyen, hanem az kell, hogy valami olyan programot valósítsam meg, akár nyugdíjas egyesület, akár városszépítő alapítvány, akár óvodai iskolai egyesület alapítvány tud pályázni. A döntés előkészítője a Humán Bizottság, aki javaslatot tesz arra, melyik szervezet mekkora forrásra számíthat céljai megvalósítása érdekében. Ezúttal nincs keretösszeg, mondta Appelszófer Ágnes, tehát bátran lehet tervezni. Én azt is gondolom egyébként, hogy a jövőben esetleg emelni kellene ezen az összegen, de most tekintettel arra, hogy azért mégiscsak félve lehet programokat rendezni, és ugye még mindig vannak a rendezvénytartásra kötelező védelmi intézkedéseket hoztak, tehát vannak bizonyos tevékenységek, amik nem szabad téren, hanem mondjuk a kulturális központban valósulnak meg, oda kell védettségi igazolvány, így talán egy kicsit óvatosabbak is a civil egyesületek, de én arra biztatok mindenkit, hogy pályázzanak és valósítsák meg a programjaikat. Tekintettel arra, hogy azért nem egy óriási város vagyunk, hanem a bizottság, és mi magunk is szinte minden civil egyesület tevékenységét ismerjük, és ismerjük az egyesületi vezetőket is, sőt a Humán Bizottság elnöke Baksainé Kenesei Éva rendszeresen tart is ilyen tájékoztatót, hogy összejövetelte a civil egyesületek vezetőivel, tehát pontosan tudjuk, hogy ők mit terveznek. Én azt gondolom, hogy nem fog ez különösebb fejtörést okozni, tehát tudjuk, általában a szokásos programjaikat szokták ebből a keretösszegből megvalósítani. A civil szervezetek napokon belül értesítést kapnak, mekkora összegben gondolkodhatnak programjaik tervezésénél.